nem újdonság ez a montenegrói válogatott, illetve a Budućnost harcmodorra találkoztunk velük egy felkészülési tornán, elég mély nyomot hagytak bennünk, és nyilvánvalóan erre fel kell készülni. Most fogunk a fiúkkal is edzeni a héten, próbáljuk ezt egy picit modellezni nehezebb körülményekbe, de az biztos, hogy nem birkózásba és durvaságba kell velük fölvennünk a versenyt, ami az ő sajátjuk. Fontos lenne, hogy jól kezdjünk védekezésben. Ha ez sikerül, akkor szerintem joggal bízhatunk majd a két pont megszerzésében. A hangsúly azon lesz, hogy hátul végig stabilak legyünk. Ha ez összeáll és sikerül kiegészíteni egy jó kapus teljesítménnyel, akkor ez lehet majd a kulcs a győzelemhez szombaton. Kemény mérkőzésre számítunk, hiszen ők mindig egy kemény játékot képviselnek, de ugyanúgy a saját játékunkat játsszuk, és próbáljuk minél jobban összeszedni magunkat, hogy ki tudjunk jönni ebből a gödörből, és hozni a következő fontos mérkőzéseket.